Az idén a középiskolások művészeti vetélkedőjének első színhelye Temerinben van. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület helységeiben már 29. alkalommal rendezik meg a középiskolások népművészeti vetélkedőjét. A fiatalok évről évre azért gyűlnek össze, hogy szakemberek véleményezzék munkájukat. A színfalak mögött már nagy az izgalom. Öltözőkben fantasztikus a hangulat, az énekesek bemelegítik a hangjukat, viseletek röpködnek minden irányba. Ez elragad mindenkit, főként azokat, akik először vesznek részt a középiskolások népművészeti vetélkedőjén. Hogy érzed most magad így föllépés előtt? Hát, izgatott vagyok, kicsit izgulok. Remélem, hogy minden úgy fog alakulni, hogy elterveztük. Úgyhogy... Milyen dalokkal készültél most? Egy mezőségi népdalcsokorral készültem. Az, hogy először vagy a KMV-n, ez nyilván nem azt jelenti, hogy először vagy színpadon is. Mióta foglalkozol népzenével? Ó, hát 5-6 éve körülbelül. Úgyhogy igen, 5-6 éve. Azóta fellépek rendszeresen, stb. Ez azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen a Szólj-Sipszólj vetélkedőnek egy folytatása? Pontosan. Kinőttem most már a Szólj-Sipszólj, sajnos. Csak hát akkor megyünk tovább KMV-re, úgyhogy nem kell abba hagyni. Nagyon sok sikert kívánok neked, ugyanúgy, ahogy a többi fellépőnek is. A Szólj-Sipszólj népzenei vetélkedő az általános iskolások versenye. 33 évvel ezelőtt indították útjára az Újvidéki Rádió munkatársai. Idővel szükség mutatkozott arra, hogy az onnan felnövekvő generációnak is legyen lehetősége megmutatni tehetségét. Így Temerin felvállalta a középiskolások népművészeti vetélkedőjének megszervezését, melyre idén mintegy 60 résztvevő érkezett. Óbecséről is évről évre visszaérkeznek ide a csoportok, sőt vannak olyanok is, akik ugyan itt kezdték karrierüket, de később fiatalok felkészítésével foglalkoznak. Tulajdonképpen mi kell ahhoz, hogy mondjuk a Szólj-Sipszólj vetélkedő után a gyerekek itt tudjanak maradni, és népzenével tudjanak foglalkozni? Rengeteg motiváció, ami szerintünk a legfontosabb, hogy a gyerekek lássák, hogy mi is ugyanúgy folytatjuk a táncot, már idősebb korunkra is, és hogy rólunk vegyenek példát, és ezt ők is ugyanúgy oktassák aztán. Vártok-e külön eredményeket ilyenkor ezen a vetélkedőn, vagy inkább a hangulat az, ami visszahoz benneteket? Mi mindig úgy szoktuk fölkészíteni a gyerekeket a próbán is, hogy nem az a lényeg, hogy milyen díjjal térünk haza, vagy hogy egyáltalán díjjal térünk haza, hanem hogy jól érezzék magukat és barátkozzanak. Akkor ezt kívánom nektek, de azért csak reméljük azt is, hogy a fellépés is sikeres lesz. Thank you.
vetélkedőnek befejeződött a verseny része. Tulajdonképpen azért jönnek el a fiatalok, hogy a zsűri, a szakemberek elmondják a véleményüket az ő munkájáról. Mik is az idei tapasztalatok? Hogyan minősíteni a bemutatott műsorszámokat? Idén is egy nagyon színvonalas produkciós sorozatokat láthattunk az előadóktól, mert ugye ők maguk már, tehát hogyha már egyedül kimernek ide állni, akkor ők már előadók. És onnantól kezdve akkor ők egy felelősséggel tartoznak a közönség felé, saját maguk felé is. Tehát onnantól kezdve képviselnek valamit, amihez tartaniuk kell magukat. És egy nagyon színvonalas műsor volt, amit itt most volt szerencsénk látni, mert elég nehéz dolgunk van. Hát igen, ez nyilván sokszor közhelynek hangzik, de szerintem is a látottak alapján ismét nehéz dolga lesz a zsűrinek. Az idén 22 műsorszámot értékelhetett a szakmai zsűri. A versenyzők a szólóének, a hangszerszólista és a szólótánc, illetve az énekcsoportok, a zenekarok és a tánccsoportok kategóriájában mérhették össze tudásukat. Voltak néhányan, akik teljesen önállóan készültek föl a versenyre. Hát Vajdaság szinte egész területéről érkeztek, Topolyáról, Kishegyesről, Muzsiáról, Temerimből, Szabadkáról, Óbecséről, és akkor nem is sorolnám tovább, mert egy jó néhány helyet kihagytam, tehát a teljesség igénye nélkül mondom, sok helyről jöttek, viszonylag kevesen vannak, mivel hogy szólistaként jelentkeztek sokan, így nem egész 60 föllépő volt mindösszesen, ma 100 körül szokott lenni az a létszám, de hát ezt azzal lehet magyarázni, hogy kevés csoport jött, próbáltam érdeklődni a csoportvezetőknél, mondták, hogy hát nem érkeztek fölkészülni, valahogy ez idén elmaradt, de én gondolom, hogy a 30-ra egész más lesz a fölhozatal. Fiatalok énekes, zenész és táncos kategóriában versenyezhettek, úgy szólistaként, mint csoportban is. A zenészek közül, illetve hát a zenekarok közül az Adai Pergető Tambora zenekar nyerhette el, illetve ti lettetek a legjobbak. Milyen érzés most? Hatalmas öröm ugye számunkra, hogy második díjat kaptunk. Tavaly első helyezettek lettünk, viszont nagyon örülünk a másodiknak is, hiszen minden évben tanulunk valami újat és fejlődünk. Milyen, mennyi ideig tart eljutni idáig, hogy ilyen szépen szóljatok a színpadon? Mi körülbelül 4-5 éve játszunk együtt, ez a csapat, és reméljük, hogy majd szaporodni fogunk, mivel hogy még kíséretünk nincsen. Viszont nagyon sokat gyakorolunk, minden héten, hétvégén összegyűlünk, mivel ugye mindenki más középiskolában, én még általános iskolában járok, és nagyon nehéz összehozni a próbákat, viszont nagyon sokat gyakorolunk, amikor tehetjük. Van esetleg példaképetek a népzenészek között? A Fokos zenekar mindenképpen, és ugye nekünk énekeseknek a Csizmadi Anna. Akkor azt hiszem, hogy a szervezők megfelelő vendégeket hívtak erre a versenyre, hisz a fiatalok példaképei is színpadra léptek. Oh, yeah.
szervezők minden évben egy koncerttel is kedveskednek a fellépőknek, versenyzőknek. Az idén Csizmadia Anna, Brasnyó Antal és a Fokors zenekar muzsikált. Ők mindannyian szintén a KNV-nek annak idején résztvevői voltak, versenyzői. Milyen érzés példaként visszatérni erre a színpadra? Hát nagyon furcsa, ugyanis mi mindig azt érezzük, mint amit akkor éreztünk, amikor versenyzőként jöttünk. Tehát ugyanúgy megmaradt bennünk az a fajta szeretet és alázat, hogy így mondjam. Tehát gyakorlatilag érzésre nem különbözik a kettő, csak ugye annyiban, hogy most nem minket fognak majd zsűrizni, illetve díjazni, hanem most mi ugye kisegítők vagyunk, tehát kísérőzenekarként is itt vagyunk egyébként minden évben, úgyhogy nélkülünk nem igazán múlt el kávé az elmúlt egy néhány évben, illetve az, hogy mi adhatjuk az esti koncertet, ez valahol nagyon-nagyon megtisztelő, és mindig hatalmas öröm és különös érzés az otthoni közönség előtt muzsikálni. Ha már említed, hogy otthoni közösség, akkor mégiscsak kitérnék a nagy tehetségkutatóra, amit megjártatok, Páva. Azt mondják, hogy ezek a tehetségkutatóknál már kicsit veszik a hangulat. Neked mi a tapasztalatod? Hát a mi tapasztalatunk az, hogy olyan szakemberekkel dolgozhatunk együtt, illetve olyan szakemberekkel ismerkedhettünk meg, akikkel a Páva nélkül vagy nem ismerkedtünk volna meg, vagy csak nagyon sokára, úgyhogy nekünk ez egy igen-igen komoly dobbantó volt, egy ugródeszka, ha úgy tetszik, úgyhogy mi nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki szakmailag, ez ugye az egyik szempont. A másik pedig az, hogy ugye nekünk az egyik elsődleges célunk az, hogy a vajdasági magyar tambura zenét a lehető legszélesebb körbe bemutassuk és megszerettessük, és erre is nagyon-nagyon jó alkalmat kínált a Páva, úgyhogy gyakorlatilag amit mi szerettünk volna kapni tőle, azt igazából többszörösen megkaptuk. Reméljük, hogy akkor ezt itthon is érezzük, ezt, amit ti onnan hoztatok. És hát ugye, amint látjuk is, a régi versenyzők előszeretettel térnek vissza ide Temerinbe. KNV-t újabb versenyprogram követte a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedője. A középiskolások művészeti vetélkedője óbecsén zárul a központi rendezvénnyel.